Igen, igen, hát szerintem mindenkit meglepett, mert senki nem számított erre, hogy üzeneteket fogunk kapni. Engem is személy szerint meglepett, és jól esett, amit írtak a szurkolók. Igazából, igen, hiányzik a csoki, amit meccs végén szoktam kapni. Well, it's always nice, you know, especially can't see anyone in here. You know, it's always nice to see that they take care and they're in part of that journey still, even though they can't come in, and you know, it was nice. Igen, nagyon jó volt, mindenki örült, a pont indulás előtt kaptuk meg a szurkolóktól, és csupa pozitív, és persze kis extra erőt adott. Igen, ugye ez nem a legelső eset, hogyha itt körbenézünk az arénában, és akkor is látjuk, hogy igazából velünk vannak, és ez nagyon fontos számunkra, hogy tényleg sajnáljuk, hogy nem lehetnek itt, főleg ezen a jégpályán, amikor ők olyanok, mint a hatodik játékos a jégen, vagy a hetedik, ugye a kapus esetében is, hogyha ott van. Most a buszon kaptunk egy kisebb személyes borítékot, több üzenettel benne. Azokat nem szeretném részletezni, de nagyon jól estek, köszönjük szépen. Természetesen nagyon jó, és próbálják tartani bennünk a lelket, mert azért tudom, hogy nekik sem jó érzés, hogy nem jöhetnek ki a pályára, de nekünk is ugyanolyan rossz, hogy gyakorlatilag itt megszoktuk, hogy 2-3 ezer ember van meccsenként, és most gyakorlatilag csak magunkra számíthatunk. Ezeket az apróságok, ezek nagyon sokat jelentenek számunkra, és reméljük, hogy kitartanak a középszakaszba is, és a play-offba is. Lehetett sejteni, vagy egy-két üzenet, ráismertem, hogy ki az, aki írta. Mindenféle üzenet volt, tehát tényleg volt személyes, a játékkal kapcsolatban, az egész csapatnak is üzentek, tehát mindenféle üzenetet kaptunk. Ja, csak pozitívak, nem tudom, hogy gyerünk srácok, bízunk bennetek, meg ilyenek. Mint hogyha egy család üzeneteket kaptunk volna, szerintem mindenkinek olyan érzés volt, úgyhogy az mindenképpen nagyon tetszett mindenkinek, hogy egy kicsi személyes vonulatát is belevonták ezekbe az üzenetekbe, úgyhogy nagy erőt adott nekünk. Hát szerintem a legkedvesebb az az volt, hogy a székelyek büszkék rám, úgyhogy szerintem ez megmaradt. Hát sok Csani a király féle volt. Ne, abból egy sem volt, ezt a Jani állítja, nem, abból egy sem volt. A buszon olvasjátok el, jó? Lehet vigyorogni egymásat.